A Falcon zenekar 2009-ben alakult, stílusát tekintve hard rock és heavy metal keveréke. Elsősorban saját számokat játszanak, de elhangzik néhány feldolgozás is. Deep Purple, AC/DC, Metallica, Megadeth, Guns N' Roses és még sok más előadó is szerepel a repertoárjukban. Telefonon hívtam Molnár Károlyt, a zenekar menedzserét, abból az apropóból, hogy kiadásra került kislemezen a 60 dala. Hello, Karcsi! Hello, sziasztok, rádióhallgatók! Szia, Zsolt! Hello! 60 város a pályázatot írt ki egykoron egy városdal elkészítésére, és ennek eleget téve készítettétek el ti a saját városdalatokat. Ez lett a 60 dala. Ebben több 60-i zenész és énekes szerepel, többek között Lola is. Most kézbe is lehet venni ezt a lemezt. Miért döntöttetek úgy, hogy kiadjátok a dalt a többitől függetlenül egy lemezen? Mindenképpen ki szerettük volna adni, méghozzá azért, hogy ez egy nem egy rock dal, hanem egy városdal, és ez több verzió is szerepel rajta. Ennek az az oka, hogy ha valaki konkrétan csak a városdal szeretné meghallgatni, akkor ezt a lemezünket is megkaphatja, amit úgy döntöttünk most a utóbbi napokban, hogy nem áruljuk, hanem odaadjuk, aki kéri, vagyis ingyen és bérmentve ezeket a lemezeket mi odaadjuk, hogy hallgassa sok szeretettel, hiszen nekik készült. A másik, az pedig most készül el egy kis lemezünk, amin 7-8 dal szerepel, ez pedig a Falcon dalaival, ami már olyan minős stúdió műségben vannak, és ezt is, hogyha kérik, na viszont ezt már meg lehet vásárolni. Uh-huh. Szóval akkor a 60 dal az bárki számára elérhető, hol tudja ezt igényelni? Fogunk egy ilyen lemezbemutató napot tartani 60-ban, az Ady Endre könyvtárban, hogyha elkészül, mert ezt újítják most éppen, valószínűleg a április-május folyamán, és ott lesz egy ilyen lemezbemutató, oda mindenkit sok szeretettel várunk, hogy csinálunk egy marketing reklámot neki annak a napnak, ott levetítjük a 60 dalának a videószöveges videóképét, akkor lehet hallani a dalt, és ott lehet dedikált lemezeket is kapni. Uh-huh. Aha, tárgyalások is folynak közben a város vezetőivel, hogy hivatalosan is városdal legyen belőle. Hol jár most ez a kezdeményezés? Ez a kezdeményezés nem jár, mivel hogy le is zártuk, mert azt mondták a város vezetői, hogy nincsen szüksége a városnak városdalra. Ezt azért merem így kijelenteni, mert viszonylag nem értem, hogy mindenkinek akkor pályázatot, hogyha nincsen rá szükség. Mondtam, hogy semmi probléma, ez amúgy is a Falcon zenekar és aki benne énekelnek, és természetesen a város lakóinak a dala. Mi ezt vétel szerint folytatjuk, én terjesztem ezt a lemezt, ahova csak lehet, 60 islandtól kezdve, FC pálya, ahova lehet, mindenhova viszem a lemezt, hogy mindenki hallja. Így van, erről már beszéltünk egy előző műsorban is. Igen. Viszont a Hammerworldben megjelent egy rövid cikk a napokban rólatok, és a 60 dala is helyet kapott benne. Hogy sikerült azt elérni, hogy ez a dal, ami zenekar stílusát nem tükrözi, mégis helyet kapjon egy rock magazinban? Ezen én egy kérésre fordultam hozzájuk, hogyha belefér ebbe a újságba, vagy konkrétan a online oldalba, akkor tegyék ki. Nekem nagyon jó esett ez a gesztus tőlük, mert ugye nem egy rockdalról beszélünk, viszont egy rockzenekar játsza. Ami azt jelenti, hogy konkrétan mi ezt meg tudtuk csinálni, többször szerepeltünk már a oldalukon, és ők ezt kirakták, de még egyszer azért hozzáteszem gyorsan, hogy a Bíbor Szín Fátyolnak a szöveges verzióját is kirakták, ott meg lehet találni, és természetesen a Maxi Rádió Rock Faktor műsorról egy képet is kiraktak, szóval azt is meg lehet nézni. Ezt köszönöm nektek, hogy ezt a képet küldtétek el a számotokra. Mindenki. Megjelentem én is való élőmben, mert eddig nem tudhattak rólam semmit, csak az interjúimat. Szóval a beszélgetésünk végén még a közelgő koncertjeitekről mondjál nekünk, légy szíves, pár szót. Igen, a sok próba és a 60-i dalnak a hivatalos klipét csináljuk majd ebben a hónapban, de belefér két fellépés. Az egyik az most 12-én lesz Lőrincében a Motorok sörözőben, ez egy ilyen törzshelyünk, oda mindenkit sok szeretettel várunk, és 60-ban a régi Főnix helyén, ott a zöldséges piacnál található, most már Traffic Rock Depot a neve, Traffic Jam és Traffic Rock Depot, ott lépünk föl 26-án este 9-kor. Karcsi, köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, a műsort pedig folytatódik a Falcon zenekar sokat emlegetett 60 dalával. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Ciao.